Jó pásztor vasárnapján, a komáromi Szent András Bazilikában találkoztak a felvidéki magyar katolikusok a jubileumi 30. komáromi imanapon. A rendezvény egyik célja az, hogy a magyar katolikusok egy önálló jogkörrel felhatalmazott magyar főpásztort kapjanak Szlovákiában. Mindenképpen szükség van olyan személyre, aki nem csak beszéli a magyar nyelvet, hanem ismeri a magyar népnek a történetét, sőt a felvidéki magyar népnek a történetét, együtt érez velük, ha kell, akkor együtt szenved, és ha kell, akkor pedig együtt örül velük. Tehát minden téren át tudja érezni, mint egy jó pásztor ezt a fajta küldetését, és vezetni tudja a nyájat. Imáik mindeddig nem találtak meghallgatásra. Annyi eredmény minden esetre született, hogy magyar helyi nököket neveztek ki több helyen, illetve magyarul beszélő helyi nököket, püspökök között is vannak magyarul beszélő magyar híveket megszólító püspökök, de valójában olyan magyar püspök, aki az összes felvidéki magyar katolikust összefogná, olyan még jelenleg nincsen. Felvidék pap hiánnyal küzd. Vannak szlovákiai magyar egyházközségek, ahol magyar pap hiányában szlovák anyanyelvű, de jobb esetben magyarul is tudó papok látják el a szolgálatot. Orosz János nagyszombati érsek az ünnepi misén kiemelte, hogy fontos naponta a Jóistenhez fohászkodni ezzel az imával. Urunk, add nekünk szent életű papokat, add nekünk szíved szerinti papokat. És fontos, hogy papjaink jó példát mutassanak. Legyenek olyan papok, akik jó példát adnak a többieknek a saját papi, erkölcsi, papi, katolikus életükben. A jubileumi imanapon elmélkedésre is sor került Eszterházy János felvidéki mártír politikus életéről, és a város központjában szabadtéri keresztutat jártak be a hívők.